Ez a Kívánság Szolgálata heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, mára is egy tartalmas fél órát ígérhetek. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon keresztül, valamint SMS-ben is üzenhetnek. Korábbi adásainkat pedig visszanézhetik YouTube csatornánkon is. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják is. Mára is hoztam egy napi gondolatot, Fanándor hajótervező és óceáni vitorlázó tollából származik, és a következőképpen szól. Az a magányos ember, aki nem szereti önmaga társaságát. Mindenképpen elgondolkodtató sor, én úgy hiszem. A mai műsorban pedig felidézünk egy korábbi beszélgetést. Bokor Marianna énekes volt a vendégem, akit nem oly régen egyébként láthattunk az egyik nagykereskedelmi televízió tehetség kutatójában is. Fantasztikus volt, amit énekelt. Szerintem majd biztosan emlékezni fognak önök is, nézzenek bennünket. De jöjjön is a mai első üzenet. Pásztor Fruzsina a saját kedvére kérte a következő dalt. Nagy szeretettel küldjük Veszprémbe. Darumadár fenn az égen, a Gülbaba című operetből hallgatunk meg egy részletet Peller Károly tolmácsolásában. Darumadár fenn az égen, hazafelé száldogál. Vándorbottal a kezében, cigány legény meg-megáll. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én kalambomnak, ne sírasson, felejtsen el engem. Még egyszer Hamarjában veled együtt lehetnék. Viola szinnyoszoljádon oldaladhoz simulnék. Szívemet a szívedre, gyenge legény. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a heti tévé képernyőjén, az ismétlés pedig vasárnap 13 óra 15 perctől tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort szokás szerint egymás után megszakítás nélkül levetítjük. YouTube csatornánkon is tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi műsorainkat, akár csak megtalálják ezeket a hetitv.com oldal alján is. Jöjjön egy újabb üzenet, Rendes Aliza ma elhangzó összes dallal köszönti nagymamáját, Katalint közelgő születésnapi alkalmából az egész család nevében Debrecenben. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván az ünnepeltnek, amihez természetesen mi is csatlakozunk. Lila Akácok, énekel Pere János. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll?
minek a nyíló virág a kikelet, mit ér rongyos világ, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj, lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat. Amikor egymást szeretni nem szabad. Virágos tavaszi kertek ölén, zártam először a szívembe én. Később karöltve jártunk Budán, várt ránk a csendes tabán. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, vártam a ligetben, hogy jön-e már. Lila akácok nyíltak a fán, már csak bús emlék csupán. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág a kikelet? Mit ér rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat. Amikor egymást szeretni nem szabad. Álljon itt két újabb üzenet. Győri Mária következő dallal szeretné szebbé tenni a mai délutánját. Nagy szeretettel küldjük. Boros Ildikó pedig Dunakesziről írt nekünk Facebookon keresztül. A következő dallal szeretnék köszönteni kedves ismerőseit, akik a közelmúltban ünnepelték születésnapjukat. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván Sárosi Gábornak Budapestre, Fodor Flórának Érdre és Vecsési Klárának Dunaharasztiba. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, énekel Csizmadia Valéria. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hallod-e, hallod-e, kis csapodán, miért futsz tőlem, karomba, gyere már, hely, ha egyszer megfoglak, édes rózsám, jól megforgatlak. Jöjj ide, hallod-e, jöjj szaporán, nékünk húzza a cigány, a cigány, hely, ha egyszer megfoglak. Édes rózsám, jól megforgatlak, jöjj ide, hallod-e, jöjj szaporán, nékünk húzza a cigány, a cigány. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hallod-e, hallod-e, barna babám, csak te szeres engemet igazán. Hely, ha ez az éjszaka három teljes hétig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hely, ha ez az éjszaka három teljes hétig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Hely, ha ez az éjszaka három teljes hétig tartana,
hajlik a rózsa, ha hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigán. Korábbi műsorainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon is, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Már is folytassuk két újabb üzenettel. Rácz Zsuzsanna Monoron szeretné meghallgatni a következő dalt. Egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Ercsiben Kovács Krisztina szeretné meghallgatni a következő dalt. Köszönjük levelét, kedves sorait, és nagy szeretettel küldjük a választott felvételt. Fényes György énekkel közreműködik Lehátó Imre zenekara. A dal címe Egy rózsaszál szebben beszél. Egy rózsaszál Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velünk Bokor Marianna. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Nagyon régóta egyeztettük ezt a beszélgetést, és most végre összejött itt a nagyszerű alkalom, hogy sok mindenről szót ejtsünk. Édesapád is járt már itt a stúdióban, de gyakorlatilag mindenki énekes, vagy valamilyen formában színpadon van.
Neked hogy indult ez a pályafutás? Annak idén a legeslegelső lépéseket, amikor megtetted a színpad Igen. felé, mi történt? Hát először is én tánccal kezdtem, illetve balettal, és utána apukám az egyébként észrevette, hogy hát van hangom is, de akkor még annyira nem foglalkoztunk egyébként ezzel, és amikor néptáncolni kezdtem el, ott a tanár figyelt fel igazából a hangomra, és mondta, hogy miért nem próbálok meg ilyen populárisabb dalokat is énekelni, és igazából onnan indult el. Apu, megmondom őszinte, hogy tehát támogatni támogatott, de direktben nem akarta, uh-huh. hogy most akkor mindannyian énekesek vagy zenészek legyünk, de aztán látta, hogy ahogy így megyek az úton, és hogy alapítottam ugye zenekart, meg ugye mindent kipróbáltam, ugye énektanárhoz jártam, meg minden, és azt mondta, hogy úgy látja, hogy ez tényleg nekem való, úgyhogy csináljam. Onnantól elkezdett támogatni. Mindenféle túlzás, meg indokolatlan dicséret nélkül édesapád, ugye Bokor János, Igen, az egyik, ha nem a legnagyobb magyar nóta, férfi szépen, magyar szépen. Nóta ének, és ez egy tényszerű megállapítás, szerintem nagyon nem lehet vele vitatkozni. Nem volt ilyesmi hatás, hogy esetleg a magyar nótával te közelebbi kapcsolatot ápoljál? Tehát, hogy ezt a vonalat is megpróbáld? Képzeld el, hogy ez érdekes egyébként, mert apu sem tolta így ránk a magyar nótát, de egyikünk se valahogy, tehát se a bátyám, se én nem indultunk magyar nótába sehol sem, úgyhogy így megmaradt mindenkinek a saját stílusa, hogy apa a magyar nóta, a testvérem tánccal, én pedig pop-rock stílusú vagyok, tehát mind a hárman más-más. Gyakorlatilag családi vállalkozásban elmentek valahol, és megvan Igen, egy teljes. Igen. Egyébként tovább. Volt már egy ilyen bokorcsokornak hívtuk ezt, és már voltunk így háromszor vagy négyszer így fellépni, úgyhogy, de ezt még most Igen, is tervezzük, úgyhogy lesz majd még ilyen, úgyhogy mindenki a saját stílusát hozza, és akkor egy ilyen 2 órás, 2x45 perces koncertet szoktunk így adni családilag. Amikor tudatosan elkezdtél a színpadra készülni, énekelni, tanulni, ki volt az, vagy kik voltak azok, akiknek nagyon sokat köszönhettél? Hát igen, van sok mindenki. Azért mondom, hogy a legnehezebb pont, hogy ki ne hagyjuk igen, valakit, igen. Hát először is ugye elmentem ugye az OSK-ba, és ott Esze Jenő felvételiztetett engem, ahova ugye fel is vettek, ott szolfés tanultam, énekórákra jártam ugye Csonka Emil bácsihoz, ugye Esze Jenőhöz, Kovács Orsihoz, aztán később magántanárhoz, Szatmári Orsihoz, Magyar Hajnalhoz, úgyhogy nagyon sok mindent kipróbáltam, ugye mindenki más-más tanított, és nagyon-nagyon hálás vagyok De nekik. De rögtön jöttek is a sikerek, mert azért ezek a befektetések nem hát mindig azért nem, a boldogsággal nem, nem, hát ez elég hosszú idő. Igen, ez elég hosszú idő, tehát utána ugye az OSK után ugye alapítottam zenekart, akkor mindenféle stílusban kipróbáltam magam, ugye elmentem vendéglátózni igen, is, igen tehát igen. hogy mindent tényleg, hogy tudjam, hogy ehhez mi kell, meg hát, hogy rutint szerezzek nyilván, és aztán úgy gondoltam, hogy most már eljött az idő, és hát saját dalokat szeretnék, úgyhogy így alapítottam egy zenekart, Real Live van nevünk, úgyhogy velük járjuk így az országot, és ezen kívül vagyok még egy másik zenekar, ez a Gönczi Gábor Smile Rock Circus zenekar, ez két fontos zenekar az életemben, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani. Vezessük fel a Nincs Határ című dalodat, hiszen mindjárt a klipjét megnézzük. Igen, igen, ezt a dalt nekem Szabó Leslie írta egyébként, és úgy gondolom, hogy arról szól ez a dal, hogy a művészetben ahhoz, hogy alkossunk, szabadnak kell lennünk, mint a madár, úgy kell repülnünk. És igazából erről szól a dal, de ez nem csak a művészetben, ez minden másban meg kell mutatkozzon a szabadság. Már is megnézzük. Elveszik az ember, és ahogy rohanunk, közben lassítani sem mer. Megállni fél, sokszor csak álmokban él, mindig hajt valahová, valamiért. Hogy rád borul egy felhő, s a közelgő vihar elől nem véd meg semmilyen ernyő. De tudd, hogy ez a világ akkor is csak arra vár, hogy te érezd a jót és lásd a csodát. Szavakon és éljünk úgy végre szabadon.
Már is beszélgetünk tovább Bokor Mariannával, és ugye azért óhatatlan, hogy volt a TV2-n a Sztárban Sztár leszek című sorozat, ahol egy ország ismert meg, és hát nem Igen. titok, nagyon sokan drukkoltunk, ugye, amikor Lady Gaga-t énekeltél, Igen. és akkor a továbbjutás ilyen kérdőjeles volt, már majdnem kiestél, de visszahívtak, majd végül ott a keretekbe be kellett ülni, és végül mégiscsak át Igen. kellett adnod a helyet, de te ezt Igen. hogy élted meg? Ez egy óriási dolog volt, és Igen. ugye szerintem a mai napig ezzel megszólíthatnak. Így van, egyébként azóta úgy is konferálnak föl szinte minden, hogy a magyar Lady Gaga vagyok, aminek örülök is, meg nyilván nem is, mert nagyon szeretem a Lady Gaga-t, tényleg, de azért nyilván az ember a saját dalait szeretné bemutatni, és azzal szeretne ugye elérni célokat, de imádom Gagát, és ezek szerint nagyon Igen. sokat köszönhetek ennek a műsornak, és ennek a karakternek is. Ugyanis tényleg ahhoz képest, hogy egy élő showba ugye nem jutottam be, de szinte mindenkinek megmaradtam az emlékezetében. Na ez az, hogy egy tehetségkutatóban úgyis meg lehet jelenni, hogy Igen. egy hét múlva azt se tudjuk, hogy ki kicsoda így benne, van, így van. Meg úgyis, hogy nyomot hagyunk, Igen. és utána Igen. még hosszú hónapok Igen. után is Igen, ez ő volt az, aki, és Igen. gyakorlatilag ez a cél meg volt. Egyébként indulnál hasonló vetélkedőn? Már tehát, nem. Már nem. Én egyébként úgy is gondoltam, hogy az lesz így az utolsó. Uh-huh. Ami kellett kötelező. Így van, Sőt, tényleg nagyon jól éreztem magam egyébként a műsorban. Nyilván ott, nem mondom, nyilván mindenki csalódik, hogyha Igen. nem sikerül neki valami, de ott sem ezt a csalódottságot éltem meg, hanem inkább nagyon örültem, mert láttam egyébként, hogy nagyon sok mindenki írt nekem, ugye szurkoltak nekem is, és ez nagyon nagy örömmel töltötte, szóval ennek nagyon örültem. Szerintem sokunk azért lehet csalódott, hogy nagyon szívesen megnézte volna még a többi Igen, produkciódat, Igen. inkább a hiányérzet maradt És én is egyébként így van, így van. Egy kicsit a jövőbe tekintünk, munkák, akár műfaji határok Igen. feszegetése, bármi szóba jöhet? Persze, ezt nagyon jó, hogy megkérdezed egyébként, már nagyon régóta szerettem volna elmondani, most már harmadik éve dolgozok együtt Kulcsár Attilával, a zenei producerem egyébként, és most már annyira összeértünk, nagy a harmónia, hogy ő írja nekem a dalokat, és én most már pedig elértem azt, hogy a dalszöveget én fogom írni saját magamnak, mert úgy gondolom ez lesz a leghitelesebb, hogyha saját magunkat adjuk. Úgyhogy ez lesz a jövőbeli munkám, úgyhogy most már készül, már 3 dal megvan, ez egy kis lemez lesz, vagy 3 vagy 5 dal lesz rajta, úgyhogy ez jövőre fog megjelenni, illetve idén fog így megjelenni. Idén fog megjelenni, és hát nagyon várom, hogy minél hamarabb kiadjuk, és hát, hogy az emberek szeressék, pontosan azért is, mert ugye most a dalszöveget én írom, úgyhogy nagyon várom, hogy ezt is bemutassam. Folytassuk akkor ezt a beszélgetést. Egyetlen mondat még az Őszintén a Jó című dalhoz. Igen, ezt Jakab Andrea írta nekem a szöveget, és Kulcsár Attila egyébként a dallamot, úgyhogy pont arról szól, amit most az előbb el is mondtam, hogy adjuk magunkat, hogy legyünk őszinték, mert ez a leghitelesebb és az a legjobb dolog. Köszönöm, hogy eljöttél, nagyon sok sikert és boldog új évet, így akkor 21-ben is, és akkor veled folytatjuk is. Mosolyogva érkeztél, kicsit körbenéztél lelkem apró zegzugában, mintha régen ismernél, mint aki fellapozta vágyaim a legszebb álmok könyvtárában. Hidem az út, ez már a cél, sétáljunk át, te meg én. Ami kívül mindent megold, ami kívül
ami kívül látható, őszintén a jó, és a hangom. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!